Nélküled az életem semmit nem ér, ez a témánk továbbra, és következik most egy olyan fiatalember, aki úgy érzi, hogy megtalálta a boldogságot, harmonikus házasságban, és úgy érzi kapcsolatával minden a legnagyobb rendben, valamit azonban még ő sem tud. Itt van Laci. Laci, üdvözöllek a műsorban. Aló. Van egy feleséged? Tessék? Van egy feleséged, ugye? Mióta? Majdnem egy éve. Egy éve. Milyen a kapcsolatotok? Mesélj egy kicsit, Laci. Hát, szegény is, de elmegy. Úgy érte, jó. Jó, megvagytok. Meg. Hogy ismerkedtetek meg? Egy farsang volt, 2003-ban. Húgomnak volt a, mondjam, a farsangja. Azt jött nekem a unoka nevérem, hogy kell egy asszony. Ezt nem hogy el akarják adni. Hát mondom, kellene adja asszony. Aztán az asszony úgy már másnap, hogy ebben, hogy megismerkedtem vele, szöbdösött. Visszavittem, hogy megszökött megint. Na mondom, akkor nem megy sehova, hát jött a nevelő, hogy így meg úgy vegyem el. Aztán már nem bírják visszafogni, hogy ott maradja kell neki. Az intézet nem engedte, hogy ott maradjon. Hát ez kacifántos, valóban, ez a kis történet, de a lényeg, hogy akkor most tulajdonképpen együtt vagytok. Igen. Ugye? Tehát boldog házasság veletek. Laci, ez a legnagyobb jó hír, vagy a legjobb hír, amit mondhattál. Megadsz neki mindent? Jól bánsz vele? Úgy érzed, hogy... Mindent. Tetőtől talpig. Tetőtől talpig? Gondoskodsz róla, szereted. Igen. Rendben, Laci, elrejtünk a fal mögé, érkezik valaki, hallgass meg, hogy ő mit mond. Jó? Induljon a fal. Következő vendégem őrülten szerelmes tinédzserkori szerelmébe, azért jött, hogy felelevenítse a régi érzelmeket és a régi éveket, és hogy újra megkaphassa. Itt van Józsi. Itt vagyok. Szia, Balázs. Hello, Józsi! Üdvözöllek a műsorban, örülök, hogy itt vagy, látom, hoztál egy virágot is. Kinek? Vágjunk is a dolgok közé. Kittinek hoztam. Kinek? Kittinek. Kikinek? Ki ő? A volt barátnőm. A volt barátnőm. Mit érzel iránta? Hát több, mint szerelem. Több, mint szerelem? Így van. Mi lehet még a szerelem után, Józsi? Hát többet. Még a... többet? Így van. Testestől, lelkestől, szőröstől, bőröstől, ahogy van, szereted. Így van. Mikor voltatok együtt? Tavaly. Tavaly. Januárban. És szereted őt. Így mit van. Szeretnél neki mondani? Józsi, látom, hogy több dolgot is hoztál. Mi van a kezedben? Hát hoztam neki egy rózsát, és majd meg szeretném lepni egy számmal. Egy számmal? Igen. Melyik számmal? A Vétek. A Vétektől merre jár a boldogság. Ó, más nem volt? Más nem. Jó, hát végig hallgatjuk a Véteket is természetesen, meg hát ha ezt választottad, akkor nekünk nincs más választásunk. Mi volt köztetek, Józsi? Hát egy csók volt, de több sem. De más semmi? Más semmi. És ő érezhet még irántad valamit, szerinted? Hát szerintem igen. Szerinted igen. Józsi, elmondtad akkor úgy, ahogy énekelni szeretnél, hoztál egy dalt, egy papírdarabot, amiről még nem beszéltünk, illetve egy virágot. Hát itt az ideje akkor, hogy elmondd az érzéseidet, jó? Meglátjuk, hogy Kitti mit szól hozzá, már érkezik is. Hú, hát Józsi, elég gyors voltál igazából. De egyébként nem biztos, hogy ez baj. Mit szeretném mondani Kittinek, Józsi? Azt szeretném neki mondani, hogy jöjjön vissza hozzám, mert több, mint érzés, amit szeretek iránt. Szesúr semmi, hogy nem is szólt, hogy van barátja. És képes vagyok arra is, hogy barátja elé megküzdjek. Képes vagyok rá. Józsi, nem értettem, mire vagy? Képes? Hát, hogy megküzdjek a barátja. Hogy vissza tudjam őt szerezni. Kitti, neked nem barátod van, ugye? Élettársam.
Férjed van. Igen. Józsi, tudtad, hogy férje van? Vagy csak azt tudtad, hogy barátja van? Hát annyit mondtak nekem, hogy barátja van. Barátja van. Hogy értetted, hogy képes vagy vele megküzdeni? Hát többet meg tudnék neki adni, mint ő. Mint a férje. Ó. Hát igazából ez kitimulik, hogy kit választ, talán picit így fura a helyzet elsőre. Te tudtad, hogy Józsi jelen pillanatban hogy érez irántad, és hogy ennyire érző lelkű, érzékeny, romantikus fiú? Hát nem tudtam róla, nem. Nem tudtad. Józsi, készültél még valamivel? Igen. Szeretnéd előadni? Vagy-e olyan állapotban, azért kérdezem, vagy egyelőre elégedjünk meg ennyivel, ez a te döntésed, én nem akarom erőltetni, ezért... Elégedjünk ennyivel meg. Elégedjünk meg ennyivel. Rendben. Kitty, mondj valamit azért erre, kérlek. Tudom, hogy váratlan a dolog, de hát, hogy Józsi azért bizakodik, és szeret téged, fontos vagy neki. Hát mondjuk egy kicsit kicsit meglepődtem eléggé, mondjuk fel nem számítottam, mondjuk. Elég meglepő. Igen, de? Hát... Mondjuk, sajnálom, hogy meg kell, hogy sértsek téged, de ami volt, az már elmúlt, az már rég volt. Nekem viszont van egy fiú, akit szeretek nagyon, a férjem ráadásul, és most ne arra, hogy megbántottalak, ezt kell, hogy mondjam. Hát ez nem megbántás, lehet, hogy Józsinak rosszul esik, de ez szerintem nem megbántás, egyszerűen csak érzel valaki iránt valamit. És nem Józsi, hanem a férjet, hiszen azért, hogy férnél. Talán ezt így lehetne elmondani. Józsi, mit szólsz ehhez? Hát tudom, hogy nem könnyű. Nem tudok hozzászólni egyáltalán. Mert írtam is neki levelet, nem is válaszolt, többször is kerestem már. És mondták is, hogy aki volt neki gondviselő, nem tudom, hogy ilyen. Volt olyan, hogy többször felvágta az erét a csuklójánál. Kórházból is megszökött. És azt mondták, hogy én miattam volt. Mert levélben is volt olyan, hogy ha nem megyek le, akkor volt, hogy felvágtassa a zenét. Ez mikor volt? Tavaly januárban kaptam ezt a levelet. Tavaly januárban. Mióta vagy férjnél, Kitty? Hú, általában egy éve. Egy éve? Igen. Tehát ezt akkor írtad, amikor már férjnél voltál? Előtte. Előtte, igen. Előtte még szeretted Józsit? Hát mondjuk olyan előszerelem nem volt. Akkor érzelmileg zsaroltad, hogy miért írtál ilyet? Hát mondjuk először azt hittem, hogy szeretem, de rájöttem, hogy tévedtem. Na jó, hát csak azért ez így nehéz, főleg Józsinak. De most azt mondtad, hogy nem szereted. Nem. Biztos vagy benne. Most már nincsenek levelek, Józsi? Nem hiteget téged, Kitty? Nem. Nem. Hát akkor viszont, ha ez valóban így van, és ő erre rá is tesz azzal, hogy nem hiteget, nem ír levelet, akkor neked ezt el kell fogadni. Hanem is könnyű, Józsi. És hát férje van azért, azt se felejtsd el. És valószínűleg azért van férje, mert szereti, hallod, Józsi? Hallom. Tudom, hogy ez nem könnyű, de hát ez így van. Azt mondtad ugye, hogy elégedjünk meg ennyivel, énekelni nem szeretnél akkor nem. Már. Egy búcsúdalt nem akarsz előadni. Nem. Jó, elhúzzuk a falat, mert ül valaki a másik oldalon. Jó, végighallgatta a történetet, hát valamit gondolom, hogy mondani fog, de én azt hiszem, hogy remélem legalábbis, hogy téged is megért, Józsi, induljon a fal. Szia, Mészáros József vagyok. Na, jó, minden apró következett. Laci, hát végighallgatod a történetet. Mit szólsz ehhez? Hát, mondjuk ez, hogy hitelezgettem levéllel, meg mit tudom én, ilyenekkel. Nem az volt, itt nem levelet kellett, hogy most valakit szeretek. Törődök vele, meg minden. De hát, hogyha csak ülje csak így, hogy használgattam, mint valami rongyos babát, ez... Ez nem így van, mert én nem használgattam. Egyszer, amikor az otthonban volt, akkor is szóltam neki többször, hogy ne szökjön meg. És mégis megszökött én miattam. És még többször is én kerestem Kittit, le is mentem, és nem találtam meg, mert felvagdosta az erit, és a kórházban volt, és onnan is megszökött. És annyit tudtam meg, hogy van neki egy barátja, ennyit mondott, és a leveleket is mindet elvittem. Laci, meg hát azért neked is érezned kellene, hogy nem az a típus, aki csak úgy érzelem nélkül használgatja a nőket. Tehát ez aztán Józsi esetében a legrosszabb szó, amit mondasz, hogy esetleg kihasználta Kittit. Lehet, hogy fordítva, talán Kitty játszott az érzelmekkel, de ezt nem feltételezem Józsiról.
Jó. Akarsz esetleg még nekem valamit mondani, vagy Kittitől kérdezni valamit? Hát én Kittit még kérdeznék tőle. Parancsol. Melyikünket választaná a legjobban? Hát mi szép, hogy téged. Hát Laci, hát ez nem fogja tudni valamit. Hát de szerintem kérdezed is fölösleges volt, hát elmondta a fal mögött, hogy férje van, hogy szeret téged, és Józsinak megmondta, hogy nem akar tőle semmit. Hát ez teljesen egyértelmű, emiatt nem is kell, hogy te ideges legyél. Józsi, én téged sajnálok a legjobban, megmondom őszintén, de nagyon bátor voltál komolyan, hogy elmondtad az érzéseidet, ez nem lehetett könnyű, gondolom, viszont hallottad, hogy Kitti mit mondott. Jó, úgyhogy próbáld ezt a dolgot megemészteni és túltenni magad rajta. Jó, köszönöm, hogy itt voltatok. A mai műsorban...